Christmas, Christmas merry, Christmas, Christmas gay, Christmas, Christmas happy, today's a special day. Sziasztok! Ebben a videóban egy Reston szerkezetet fogok mutatni, amivel nagyon aktuálisak leszünk, vagyis a témája kapcsolódik a karácsonyhoz. Csináltam is ide egy karácsonyfát, Reston dolgokkal díszítettem föl, a csúszdísz az egy hopper, hogy egy kicsit hangulatosabb legyen. Na, a szerkezet ajándékot tud becsomagolni, hát mint ahogy az a videó címében látszik is. Úgy működik, hogy lerakunk egy ládát és abba pakolunk valamit, mondjuk ezt a bört küldöm Dominik 10.023-nak, és zölddel fogom neki becsomagolni. Úgy lehet becsomagolni, hogy rádobjuk a csomagolópapírt, mert ezek a szőnyegek a csomagolópapírok. Rádobom, eltűnik, és kapunk egy gyapjút, ez most a becsomagolt ajándék. Át is van nevezve, hogy ajándék. És akkor itt átváltok túlélőbe, mert hát igazából úgy lehet kicsomagolni, meg úgy lehet kicsomagolni. Na, ide rakom a karácsonyfa mellé. Na, kibontani úgy lehet, hogy kiütöm. És kíváncsi vagyok, és jó helyre rakja, jó. Most nem ez az első felvétel, és az van, hogy amikor kiütöm, akkor ugye a tárgy rakja vissza a ládát, amit a szőnyeg eltüntetett, igazából elmásolt, ugye ez meg ide másolja. És az van, hogy tehát valamilyen irányba repül a tárgy, és az első felvételeknél fölfelé repült, úgyhogy a padló fölé rakta. Úgyhogy átírtam az összes command blokkot, hogy egyen lejjebb rakja. Na most a többi felvételnél meg a padlóba süllyeszve rakta le, szóval kész. De most már így marad. Most pedig jó helyre raktam, mert most megint fölfelé repült, szóval kész. Nekem ennyi volt elég, ennyi szórakozás. Természetesen benne van, mert hát másolta, ahogy mondtam. Visszaváltok. És ez működik bármilyen színűvel. Most ezt a párat vettem föl, de igazából bármivel működik. Lehet a tárgy átnevezve, encsantolva, akármi MBT lehet rajta. Most küldök egyszerre több embernek, hogy legyen idő még a bemutatóra is. Assassin Multikiller Hunnak, Kopcinak, Mumba Bumbának, Pálvölgyi Dannak, Márknak, Mártonnak, Csirkeneutának, DRZ Stúdiónak, Palkovics Ádámnak, Csaba 270-nek és természetesen K.A.-nak. Ők azok, akik rendszeresen szoktak kommentelni. Valószínűleg ők a rajongók közül az egyik legnagyobbak. De természetesen még sorolhatnám a neveket, sokan vannak, akik rendszeresen követnek, és akiknek nagyon hálás vagyok. Úgyhogy mindenkinek küldöm ezt, és rózsaszínnel, illetve magentával fogom becsomagolni nektek. Ja, és na, és ezt is túlélőbe lehet jól bemutatni még mindig. És most sikerült a padlóba rakni, jól van. Akkor ott van benne minden. Ez azért van, mondom, mert hát láttátok, az előbb jó helyre raktam, most meg lejjebb raktam, azért, mert valamilyen irányba repül a tárgy, és akkor úgy másolja a ládát. Sajnos. Na, hogyan működik? Igen, megcsináltam az összes színnel, és próbáltam egy kicsit, az egyik szempont az volt, hogy multiba is működjön, de nem próbáltam ki. Gondolom, majd kipróbálja valaki. Jó, hát akkor menjünk még a command blokkokon. Ez az első kettő, ez a fill clock. Igen, a szerkezetet két részre osztottam, az egyik oldal a becsomagolás, itt egy tábla, a másik a kicsomagolás. A becsomagolás úgy néz ki, hogy van egyébként egy x-score, az is kell hozzá. Tehát nullára állítja az x-score-ját annak a tárgynak, amelyik carpet, azaz szőnyeg, és nulla a damage-e, fehér. Igen, azért vannak itt a színek, és egyébként véletlenül ugye nullás is a... Ja, hát igen, azt ott is meg tudom mutatni. Tehát nullás damage, nullán legyen az X. És ezt így követtem a többinne. Ez például ugye a hatos legyen az X, itt látszik. Hogy áttekinthetőbb legyen. Na, tehát a... Valamilyen damage-ünknek valamilyenre állítja az X-et, ha az földön van, itt van on ground, tehát ne a levegőbe másolja azonnal, hanem ha csak földet ért a tárgy. És akkor három dolgot kell csinálnia ezután. Egyrészt a játékosnak ad egy gyapjút, ami ajándéknak van elnevezve,
kimásolja a blokkot. Ez execute-on működik, ugye, hogy ahol van a tárgy, azt a blokkot másolja. Ezért tudja a ládát másolni. Mivel a láda az kisebb, mint egy blokk, ezért ha rádobom a szőnyeget, de most dobok mást, ami hasonló alakú. Tehát így most itt van rajta, és ha arra a blokkra hivatkozok, ahol a tárgy van, akkor az a láda lesz. Ha az alatta lévőre hivatkoznék, akkor ott a láda alatti blokk lenne. Na most, ha ez egy teljes blokk lenne, tehát a ugyanezt mondjuk egy vasra vagy command blokkra, tehát ami akkora, mint egy blokk, nem kisebb, akkor az alatta lévőre kéne hivatkozni. Nem, szóval ez az ellentét, hogy a láda az kisebb, mint egy blokk, hogy nem lehet minden blokkot így megcsinálni. Én meg úgy döntöttem, hogy akkor inkább csak láda legyen. De persze minden más sem működik, ami kisebb, mint egy blokk. Igen, másolja, ez a masked, ez is fontos, hogy a levegőt ne, a move az, hogy áthelyezés. És végül elpusztítja a kill. Kicsomagolásnál. Ugyanez csak wool-t, nem carpetet, carpet. Tehát gyapjút, nem szőnyeget vizsgál, és a score az 100-tól kezdődik. 100, 101, 102, stb. Igen, tehát itt is ad egy X értéket neki. Másolás ellenkező irányba, tehát azt a tárgyat, aminek 100 a score-ja, azt másolja el. Ja igen, hogy honnan másolja el, csak azt nem mondtam, mindig a gyapjú felé másolja. Tehát a fehér becsomagoló, vagy csomagoló papír ide rakja a ládát, a narancs ide, és így tovább. Ez pedig ellenkező irányba, és végül ugyanúgy elpusztítja. Na, és azért, mert kiütés után valamerre repül a tárgy, ezért nem lehet azt pontosan meghatározni, hogy ott, ahol kiütötted. Mert ha fölfelé repül, akkor följebb lesz, ha lefelé vagy oldalt repül, akkor meg lejjebb, szóval szörnyű. Jó, a pálya letölthető. Ja, így a karácsonyfával búcsúzok. Tehát a pálya letölthető, mindenkinek boldog karácsonyt, meg boldog új évet. Mit akartam mondani? Most ugye jönnek az ünnepek, igen, azt akartam még mondani, jönnek az ünnepek, nem valószínűleg sok videó lesz, egy percesek esetleg, mert azokat már felvettem, már csak vágni kell, az gyorsan megy. Hát, hogy is mondjam, gyorsan megy, tehát előre el van készítve az effekt, csak rá kell dobni azt a stoppert. Úgyhogy azok lehetnek. Még van egy karácsonyi meglepetés, amit szeretnék. Ha lesz, akkor még az lesz, de nem valószínűleg sok videó lesz most már ebben az évben. Köszönöm, hogy eddig kitartottatok, és kívánok sok kitartás jövőre is. Mondom, nem hiszem, hogy lesz ilyen, azért beszélek ilyen véglegesen. És ugye felsoroltam pár nevet, de természetesen vannak még sokan mások, akik rendszeresen követnek, nekik is nagyon köszönöm, hogy haladunk, vagy hogy is mondjam. Tehát köszönöm a követést. A kézikönyv óvjon.